Ehhez hasonló kürtel döntötték le a Szentírás szerint Jerikó falait is. A fúvós hangszerek igaz módosult formában meghatározó hangszerei sokféle zenei stílusnak. Schönberger András, a pécsi zsidó hitközség főrabbia beszélt arról, milyen szerep jut a hangszereknek a Bibliában és a vallásban. A Szentírásban, a zsoltárokban is már megtaláljuk azokat a hangszereket, amiket használtak, hárfa, dob, furuja, fuvola, mindenféle hangszert használtak. A levitáknak ugye voltak a papok, ez egy családból származnak. A levita házból származik az egész, tehát lévi törzséből származtak azok, akik a szent szolgálatot látták el. A lévi családja volt az, akiből származott Áron. Áron családja volt, Áron maga is a gyerekei, aztán később a családból származók voltak azok, akik ellátták a szent szolgálatot, ők mutatták be az áldozatot. A többiek a családból, a lévi családból, azok meg segédkeztek. Na most ez többféle módon volt a segédkezés, egyik volt az, hogy hangszereken játszottak és énekeltek. Ez volt a szentély idején, amikor betöltötték ezt a funkciót. A dallamvilág az a régi időkben maradt meg. Tehát hozták magukkal apáról fiúra. Na most le is jegyezték egy különleges jegyzékkel, ami benne van a Szentírásban, a héber Szentírásra nézi valaki, akkor vannak fölül, meg alul különböző kis jegyecskék, olyan, mintha hangjegy lenne. És ezekkel jelölik azt, hogy körülbelül milyen hangot kell kiadni. Voltak rá próbálkozások, hogy megfejtik ezeket a zenéket, készítettek lemezeket, különböző CD-lemezeket, amikkel próbálták a régi, a szentély idejéből való zenét hozni. Mennyire autentikus, ezt én nem tudom, vannak ilyenek, én ebben nem vagyok annyira járatos, de minden esetre nekünk van egy zárt világunk, ami egy dallamvilág. Na most, mint minden ilyen zárt világ, ez föllazul. A hagyomány hűbb közösségekben ez marad ugyanaz, mint volt. A kicsit modernebb fölfogású közösségekben pedig az, aki ott a kántori tevékenységet ellátja, az behoz újabb dallamokat is. A magyar népzene dallamvilága is merített a zsidó közösségek dallamaiból, és számos olyan csendül fel akár a táncházakban, akár a népzenei színpadokon, mely a zsidó zene elemeire épít. Olyan hangszerek szólaltak meg, melyek módosult formájában a jelen zenei világának is részesei, mindenféle zenei stílusban a népzenétől a jazzen át a komoly zenéig. Kajsza Pál és Kajsza Barna ezekről a hangszerekről és zenei világról tartott ismertetőt az egybegyűlteknek. Azok a kürtök, azok a harsonák, azok a trombiták már azok egy kezdetlegesebb hangszerek voltak, mint amiket a mostani zenében, ebben a modern hangszercsaládban használunk, de mégis jelen voltak a Bibliában is, hiszen amiről én fogok majd beszélni, a Jerikó falainak a leomlása, ott is kürtökkel szólaltatták meg a papok a hangszereket, tehát már ott is már szerepeltek a hangszerek.
azokat a zenéket még nem kottázták le, viszont mi meg már kottából játszunk, tehát azok a hangzásvilág, a hangszerek által is mások voltak, illetve a zeneszerzők sem a bibliai korban még nem voltak, tehát ezek a hangzásvilág az egészen más lesz a mai estén. A Bibliának van egy zenei világa? Jó kérdés. Ez inkább egy belsődleges világ lehet, ami minden embernek a szívében található, hogy minden embernek a lelkében egy dal van. Én szerintem inkább ez lehet itt a kulcs, a Biblia és a hangszerek között.